Csoki, cukorka, chips, ezek a termékek mind drágultak, miután a kormány bevezette a népegészségügyi termékadót, hétköznapi nevén a chipsadót. Ezt a magas cukor, só, szénhidrát vagy koffein tartalmú ételekre és italokra vetették ki. A külön adó bevezetését 8 éve a kormány a romló népegészségügyi mutatókkal magyarázta. Adót kell fizetni azok után, az élelmiszerek után, amelyeknek a fogyasztása bizonyítottan egészségtelen, tehát egészségügyi kockázatot hordoz. A bevezetés után egyébként kevesebb, 2015 óta viszont újra több nassolnivaló fogyott. Az elmúlt 8 évben több mint 200 milliárd forint folyt be a chipsadóból az államkasszába, jövőre pedig már a 300 milliárdot is átlépi az egyenleg. A termékdíjból évről évre egyre több pénz jut a költségvetésbe, 2020-ban már majdnem 80 milliárd forint. Ezt a pénzügyminisztérium a fogyasztás bővülésével magyarázza. Az Agrárminisztérium államtitkára tegnap egy konferencián azt mondta, kezdeményezte a chipsadó újragondolását, mert szerinte a szemlélet formálása nem biztos, hogy a legjobb eszköz az adó. Az egyik élelmiszeripari szakmai szervezetnél azt mondták híradónknak, a következő fél évben fog eldőlni a termékdíj sorsa. Mi nagy örömmel hallottuk államtitkár úr ezen megnyilatkozását, teljes mértékben egyetértünk ezzel. Mi azzal az ígérettel bírunk, hogy a következő fél év során érdemi szakmai egyeztetések fognak lezajlani az érintett kormányzati szereplők és a szakmai szervezetek között. Az MSZP-nél azt mondják, évek óta a chipsadó eltörlését követelik. Cinikus lennék, azt mondanám, hogy jó reggelt kívánok. Én 3 évvel ezelőtt elmondtam, hogy nem biztos, hogy ez a jó technológia arra, hogy a fiatalokat egészséges életmódra és táplálkozásra neveljük. Így most az Agrártárca illetékes államtitkára is elismerte. Az Agrárminisztériumtól megkeresésünkre azt írták, a chipsadó hatását a kormány rendszeresen vizsgálja, az eltörlése azonban nincs napirenden.